Ha? Mit kerestek szent helyünkön? Hát... Bocsánat, csak úgy hajókáztunk és véletlenül neki mentünk annak a topnak ott. Hát, nem lehetett volna néhány méterre arrébb rakni? Nagy a szál, kis kékség! Kékség? Kikérem magamnak, te! Kékfejű valami! Argóniaiak vagyunk. Akkor azok. Én kérek elnézést, biztos agyrázkódás kaphatott, de majd én helyrehozom. Ha mi van már? Találtatok valamit? Csak ezeket a... Ti mik vagytok? Hát, Pólik. Ez derű helyes. Mindjárt mutatok neked egy olyan... Na, nyugi haver, majd én megoldom. Lekaratézod őket? Nem. Kéne a segítségetek. El akarunk jutni egy ellenségünkhöz, csak sajnos egy cápa összetölte a csónakunkat. Nekünk van egy két éltünk azon a tornyon. Ha jó nektek, akkor oda tudjuk adni. Valóban? Azt hittem, hogy önző bunkó parasztok vagytok. Abba hagynád! Nem sértődünk meg. Ha még ennél sokkal durvábbat is mondtál volna, ami a fajunkra lett volna jellemző, szerintem már rég korróba húztunk volna. Na jó, gyertek utánam. Ki vagy? Csak mi vagyunk. Hoztunk vendégeket. Kéne egy kétértő jármű. Sürgősen. Hogy azt is trupára vár? Kizárt dolog. Nekik kell. Ezek mennyi? Hát, ha azt most elmondanám. Na mindegy. Ja, akkor gyertek. Há, mit hoztál ma? Nem lényeg. Segítségünket kérték. Egy kétértő járműre lesz szükségük. Ami itt van, az még nincs kész, de a raktár tele van kétértő csónakokkal. Az tökéletes lenne. De mi négyen nem fogunk elférni egy egyszemélyes csónakban. Hát azért kéne valamit a csónak hátára kötni. Rendben, de négy szemetek rajta. Csak van egy kis baj. A fejünk túl nagy és nem fér be a csónakba. Összegörnyedve én meg nem tudok vezetni, főleg nem potával. Hát itt vagyunk. Már csak remélem, hogy Frost is itthon van. Maxa, nincs akkor itt éjszakázunk. Apám, mindent megtennék egy ilyen helyért. Te mit kezdenél te itt? Hát, kábel tévé az van. Baszod nálunk nincs. Bemehetnék, miközben itt vitatkoztok, nem? Na, fel tudja ezt törni valaki? Rám ne néz. Detto. Talán én fel tudom törni. Hé, te mit akarsz azzal csinálni? Ne, te megvesztél. És miért csináltad ezt? Mert szeretem a krémest. Hol van Frost? Biztos ott ül. Egy csöpes sötét van ide bent. Kösz! Nocsok, kik hallanak hangkártyáim? Gondolom Frostot keresitek? Honnét veszed ez bádog doboz? Mert máskülönben nem jönnétek ide. Hol van Frost? Frost most nincs itthon. Te soha! Én meg Vadoshoz valami fontos ügyel kapcsolatban tárgyalni vele. De a fegyvert is magával vitte. Igen. Francba! Amúgy milyen messze van innen Frost? Hát elég messze. Mag estére már nem hiszem, hogy oda értek. De... És most mennyi az idő? 10 óra lesz. Ja, akkor köszönöm vendéglátás, puszi a családnak, szia! Oké, sziasztok, mi a lóf? Frosttal soha nem tudok így elbeszélgetni, mint velük. És egy hosszas utazás után keresztül az óceánon, végig a vonatcsínen világrekord mennyiségű kilométereket sétálva, hőseink végigvergődték magukat még a forgalmas utcákon is, bejárva a nagyvárosi hipermarketet. Jó, már elhisztük, csak fogd már be! Ilyen messzire, gyalog soha többé! Én repültem. Akkor azért nem láttam a bejáratnál. Hé, hey, seggfej metrokó! Mi is, hogy szétrújjuk azt a nagy, hájas seggjel? És ehhez mi közünk van? Micsoda? Felejtsd el, nem vagyunk háziállatok. Te beteg vagy.
Mit mondott? Nem lehetne kultúráltan megbeszélni. This is your second warning. Csipás metrokop. Smiling for suspect. Here it is, Zander Lieutenant. Medi, ments meg minket. All units report location. Suspect control is 100% as well. Veszed le a fikás kezed rólam? In position, when ready. A fegyvert addig, de vagy nem állok jót magamért? Just request secondary viscerator primary is in cap. Megvan a fegyver! Tört a fejed, Medi, valamit akciózt kell, mit tudom én, na! Ez nem volt a számításaim között. Ah, oh. Medi, vigyél ki minket innen! Akkor mehetünk haza? Akkor ez azt jelenti, hogy békén hagysz már minket? Akkor gondolom most már nyugodtan elpusztíthatjuk ezt a csúnya rossz fegyvert. He, Reptile, arra gondoltam, hogy... Ó, Frost! Mosolj te kamerának! De jó újra itthon lenni! Na, főleg egy ekkora kaland után. Ja. Ja, de amúgy az én szemszögemből nézve nem is volt olyan rossz pónia tenni. Hogy tökön rúgtam már azt az ört? Szerintem se volt annyira rossz, de azért utcán nem mennék úgy ki. Gekka amúgy hogy fogadta az új házállatot? Csak nézett, mint Bori az új kapura, de aztán megbarátkozott vele. Csak sajnos a pónik barátságtalanak. És most mit akarsz csinálni?